Üdvözlök mindenkit! A mai történelmi óránk anyaga, a tankönyv 35-ös leckéje, a revíziós külpolitika eredményei címet viseli. A lecke feldolgozásához kérem, hogy mindenki töltse le az ehhez szükséges prezentációt. A prezentáció megtalálható a honlapomon, mackó.k3net.hu, interaktív anyagok történelem 7. évfolyam, és a 7. évfolyamnál keressék meg a történelem 7. osztály 6. témakör Magyarország a két világháború között. A startra kattintva letölthető a prezentáció, miután letöltötték, vagy ha már korábban letöltötték, akkor keressék meg az ehhez tartozó megfelelő diákat. A 35. diától fogjuk kezdeni a feldolgozást. A 35. dia, a 35. leckéhez tartozó diák a revíziós külpolitikai eredményei leckét dolgozza fel és mutatja be. Itt az első feladatuk az lesz, hogy a tankönyvi szöveg egy része alapján döntse el majd, hogy az állítások igazak vagy hamisak. Először elolvassuk, és elolvasom önöknek a leckének azt az adott részét, utána megállíthatják a felvételt, megoldják a feladatot, majd visszatérnek és ellenőrzik a feladat megoldását. Az 1920-as években, a konszolidáció idején Bethlen István kormánya igyekezett megtalálni Magyarország helyét az új európai hatalmi rendszerben. A kormány fenntartotta a revíziós igényeit, de ezeket eleinte ritkán hangoztatta. Magyarország diplomáciai kapcsolatot létesített a világ számos államával és belépett a Nemzetek Szövetségébe. Jó viszonyt igyekezett kialakítani a győztes nagyhatalmakkal, Nagy-Britanniával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Franciaországgal is. Nélkülük a revíziót akkor nem lehetett volna megvalósítani. A magyar diplomácia azonban elsősorban azoktól az országoktól várt támogatást, amelyek elégedetlenek voltak a háború utáni hatalmi viszonyokkal és új rendezést akartak. Közéjük tartoztak a háborúban vesztes országok, Németország, Ausztria, Bulgária, Törökország és a Szovjetunió. Elégedetlen volt a békerendszer Oroszország is, amely a győztesek oldalán áll ugyan, de területi igényei csak részben teljesültek. Magyarországot továbbra is szorongott az ellenséges kisantant gyűrűje. A párizs környéki békerendszert csak Hitler hatalomra jutása után, majd a nemzeti szocialista Németország és a fasiszta Olaszország terjeszkedő politikája borította fel az 1930-as évek második felében. Most állítsák meg a felvételt, és próbálják meg megválaszolni, hogy az állítások is eldönteni, hogy az állítások igazok vagy hamisak. Miután visszatértünk, ellenőrizzük a megoldásokat. Mint látható, a Magyarország külpolitikája a 20-as és a 30-as években, 20-as években és 30-as években kicsit változik. A 20-as években Magyarország, a trianoni Magyarország, akinek a területe a trianoni békét követően mintegy kétharmad részével csökkent, tehát közel 70%-kal csökkent, lakosságának 60%-át elveszítette. Elsősorban az antant hatalmak, tehát a győztes nagyhatalmakkal igyekszik jó viszonyt kialakítani, mint láttuk a szövegbe is. Ugye revízióról a Horthy korszakban soha nem mondanak le, a revízió mindenképpen szeretnék megvalósítani, a revízió. Ez esetben a revíziónak a legfontosabb része ugye a párizs környéki békéknek a felülvizsgálatát jelenti. Igazán támogatást azonban olyanoktól várhat csak majd Magyarország, akik önmaguk is elégedetlenek a háború utáni rendezéssel, és ezért majd a 30-as években megerősödik. És a 20-as években elkezdődik, 30-as években megerősödik, hogy Németország és Olaszország felé fordul a magyar külpolitika, és tőlük várja majd a revizionista törekvéseinek a segítését és a támogatását. Na most nézzük meg akkor, hogy igaz vagy hamis az adott állítások. Bethlen kormány elsősorban a németektől várta a revíziós politika támogatását. Ugye ez hamis, meg különösen a 20-as években, benne is volt a szövegben, hogy a revíziós törekvéseknek a
elképzelhetetlenek voltak a volt győztes antant hatalmak támogatása nélkül. Magyarország diplomáciai elszigeteltésében élt a kisantant országokkal körülvéve. Ez is hamis, bár igaz, hogy a Magyarország a kisantant országokkal, Csehszlovákiával, Romániával és a későbbi Jugoszláviával volt körülvéve, akik igyekeztek a revizionista törekvéseiket megakadályozni, de Magyarország diplomáciai nem volt elszigetelt, itt látjuk, hogy számos más állammal alakított ki diplomáciai kapcsolatot, és a Népszövetségben, a Nemzetek Szövetségébe is belépett. Bethlen kormány nevéhez fűződik a társadalmi gazdasági politikai helyzet megszilárdítása. Ezt a korábbi leckében is láttuk, hogy ez igaz volt, és a gazdasági politikai konszolidáció a Telek és a Bethlen kormányok idején valósul meg. Nagy-Britannia, Franciaország és USA a magyar területi követelések támogatója volt. Ez hamis, hiszen mint győztes nagyhatalmak ők voltak azok éppen, akik a trianoni békét megkötötték, és valamilyen szinten rákényszerítették az aláírását Magyarországra. A Szovjetunió elégedett volt a Párizs környéki békékkel, mert nem érintette. Ez a megállapítás is hamis, hiszen látjuk, hogy Szovjetunió is elégedetlen volt. Ugye Szovjetunióban éppen a Párizs környéki békét és az első világháború végén egy polgárháború zajlik, amely ezek egészen 1922-ig a Szovjetunió megalakulásáig tart, és mint ilyen viszonylag rákényszerült a németekkel történt békére, és viszonylag nagyobb területeket veszített is. Németország, Ausztria, Bulgária és Törökország az első világháború vesztes hatalmai közé tartoztak. Ez igaz, ezt már korábban is tanultuk, ugye, hogy az első világháborúban központi hatalmak veszítettek, a központi hatalmakhoz tartozott Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia, amely ugye részeire bromlik is Ausztriával és Magyarországgal külön kötnek békét, valamint Törökország és Bulgária is. Magyarország az 1920-as évektől törekedett a Párizs környéki békék, a trianoni béke felülvizsgálatára, ez igaz, hiszen minden leckének a feldolgozásában benne van, hogy Magyarország a Horthy korszakban az egyik legfontosabb követelése a revizionizmus volt, a Párizs környéki békéknek a felülvizsgálata. Németország az 1930-as években a Versailles béke felülvizsgálatára törekedett, ez is igaz. Németországban 1933-ban kerül hatalomra Hitler, és a nemzeti szocialista Németország és a fasiszta Olaszország egy terjeszkedő politikában. Tehát a politikában kezdett, mint ahogy a szövegben is ez olvasható volt. A revizionizmus, amit ugye már megtárgyaltunk több alkalommal is, hogy a Párizs környéki békék felülvizsgálatát jelentette, és az irredentizmus, ami viszonylag most egy új fogalom, ami azt jelenti, hogy egy más országhoz tartozó terület visszacsatolását követeli, megjelenik a Horthy korszak politikájában, külpolitikájában, belpolitikájában, kulturális és társadalmi életében egyaránt, és a hétköznapokban, hogy hogyan jelenik meg, ezt ábrázolja tulajdonképpen ez a dia. Az egyik, a felső rész, egy budapesti tér, ugye a Szabadság tér, és a Szabadság téren helyezték el a Trianon, a trianoni emlékművet, az elszakított országrészek szoborcsoportját. Az egyes égtájaknak és az égtájakról elszakított területekről készítettek neves művészek egy-egy szobrot. Kisfaludi Stróbor Zsigmond ugye az északi területek, Szentgyörgyi István a dél, Pásztor János a kelet, és Zsidló Ferenc pedig a nyugat. Nyugati országrészek, elszakított országrészek tiszteletére emelte ezt a szobrot, és ez a szoborcsoport található volt meg a Szabadság téren,
Itt, ha figyelmesen megnézik, bár egy picit kicsi a kép, látszanak is a szobornak a helyei, az egyes sarkokban találhatók voltak meg a szobrok. Aztán kettőről már beszélgettünk, ugye, hogy 1920-ban egy pályaművet hirdettek meg, egy 20 szóból álló imára és egy 10 szóból álló jelmondatra. A győztes pályaművek, ugye, a trianoni ima, az a hiszek egy a katolikus hiszek egy mintájára, hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örökkévalóságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. És a trianoni jelmondat, ami itt látható a következőképpen, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Ez az ima és a jelmondat az egész Horthy korszakot végig kísérte, illetve a trianoni kereszt, amely kereszten ugye igazságot Magyarországnak felirat látható, fölötte a korona, majd egy kereszt, a kereszten pedig az egész Magyarország, illetve a Csonka Magyarországnak a képe látható. És Juhász Gyulának a Trianon verse, amely, tehát nagyon sok művészt is megihletett, nem csak szobrászokat, hanem költőket, írókat is, a Trianon tragédia, és ebből láthatnak itt egy részletet, hogy nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz az emlékezet, hogy volt nékünk egy országunk e földön, hogy miénk volt a legszebb koszorúja Európának, mindig, mindig gondoljunk rá. Juhász Gyula szavai méltán képviselték azt a hangulatot, ami a Horthy korszakban a revizionizmussal kapcsolatban elmondható. Tehát mind, és az irredentizmus, ugye, amikor azt mondjuk, hogy ezeknek a elsősorban magyar lakta területeknek a visszacsatolását követelte a magyar politika, arra volt legalábbis reális esély, hogy a többségében magyar lakta területeket követelte vissza. Hogy hogyan és milyen sikerrel, azt fogjuk a következő dián megnézni. A Magyarország revíziós politikának sikereivel kapcsolatosan egy szöveget fogunk olvasni, majd a szöveg segítségével kérem, hogy töltsék ki az lent látható táblázatnak az adott részeit értelemszerűen. Olvassuk el először a szöveget. 1938. november 2-án a német és az olasz külügyminiszter által hozott ítélet az úgynevezett első bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta a felvidék déli magyarok laktaságját. Magyarország 1939. február 24-én aláírta az antikominter paktumokat támogatást remélve Németországtól. 1939. március 14-én, amikor Németország támadást indított a maradék Csehszlovákia ellen, a magyar hadsereg bevonult, illetve bevonulhatott Kárpátaljára, és elfoglalta a Kárpátalja jelentős részét. 1940. augusztus 30-án német-olasz döntőbírósági ítélettel aláírt második bécsi döntésben Erdélyt ketté osztották. Ekkor már folyik a második világháború. Magyarország a szinte szint magyar székelyföldig húzódó területsávban Erdély északi részét szerezte vissza. 1941-ben, amikor megkezdődött a német hadsereg támadása Jugoszlávia ellen, 1941. április 11-én a honvédség erői is csatlakoznak, és elfoglalták délvidéket, Bácskát, Muravidéket és a Baranyai háromszöget. Magyarországon ugyanakkor válaszképpen az eddigi német és olasz segítségre 1939. május 3-án megszavazták a zsidó törvényt a felsőházi módosításokkal, majd 1940. november 20-án Magyarország csatlakozott a tengeri hatalmakhoz. Most állítsák le a videót, a felvételt, és próbálják meg a térképet kitölteni. Milyen sikerekről olvashattok, és olvashattunk, ez a térképen hányas számmal jelenik meg, és Magyarország milyen válaszokat igyekezett adni ezekre a támogató lépésekre.
Miután visszatértünk, akkor nézzük meg a megoldást, és ellenőrizzük a megoldásukat. Ugye az első diánnak beszélgettünk, és beszéltünk arról, hogy a 30-as években Magyarországnak a külpolitikája egyre inkább jobbra tolódik, és egyre inkább Olaszország és Németország felé fordul a magyar külpolitika és a magyar politika. Kisebb fenntartásokkal, úgyhogy a jó viszonyt igyekszik továbbra is az Antant hatalmakkal fenntartani. Gömbös Gyula 1932-36-ig volt ugye miniszterelnök, ő meg is neki az egyik példaképe volt éppen Mussolini, és meg is próbált hasonló uralmat valósítani, mint a fasizmus, ugye a szakszervezetet és a többi pártoknak az ellehetetlenítésével. Majd jött a Darányi és az Imrédi kormány, a Darányi kormány ugye elfogadja majd a Győri programot, és az Imrédi kormány majd a zsidó törvényt. Most akkor nézzük meg a választ, és ellenőrizzük a táblázatban, hogy helyesen oldották-e meg. Ugye a revíziós politikai sikerei összesen 4 van, hiszen a térképen is 4 látható. Az első bécsi döntés időben, ugye egymás után, Kárpátalja elfoglalása, ugye az első bécsi döntés 1938 novemberében, Kárpátalja elfoglalása 1939 márciusában, a második bécsi döntés, amikor visszakapjuk Erdélyt, ugye ez 1940 augusztusában, és a délvidék visszafoglalása 1941-ben. A térképen, hogy hol találhatók ez, és Magyarország milyen válaszokat adott. Az első bécsi döntés Felvidék, ugye a Felvidék az a kettes részről van szó, és Magyarország csatlakozik az Antikomintern paktumhoz. Olvashattuk is 39 februárjában. Kárpátalja elfoglalása. Kárpátalja elfoglalását követően, ami a hármas, ugye a térképen, Magyarországon a felsőházi kisebb mutasításokkal elfogadják a második zsidó törvényt is. Ez már a Teleki kormány idejére esik. A második bécsi döntés, az az Erdély északi részének és a Székelyföldnek a visszacsatolása, a térképen a 4-es, és Magyarország csatlakozik a tengeri hatalmakhoz, és aláírja a tengeri hatalmakhoz való csatlakozás, és délvidék visszafoglalása az 1-es, ez pedig ugye azt jelzi, hogy Magyarország fegyveresen is, ezzel Magyarország délvidék megtámadásával, Jugoszlávia megtámadásával fegyveresen is csatlakozott a tengeri hatalmi szerződésekhez. Tehát ez a 20-as, 30-as évek revíziós külpolitikájának, illetve az első világháború első éveinek revíziós külpolitikai úgymond eredményeit foglalja össze, és a sikereit foglalja össze ez a kis táblázat. Ugye majd a következő témakörben a második világháborús témakörbe pedig majd ezzel még egyszer fogunk foglalkozni, és még egyszer átnézzük ezeket a revíziós politikai sikereket, illetve hogy ez magyar politikára majd a 40-es években milyen hatással lesz. Köszönöm a figyelmet, és akkor a lecke feldolgozásához kívánok erőt és egészséget. Viszontlátásra!